Szeretettel köszöntöm a kedves nézőket, és szeretettel köszöntöm vendégemet is, Kis György Ádámot, mert hogy a mai témánk az a pszichodráma lesz, ami lehet, hogy egy kicsit drámaian is hangzik, de majd felfedjük ennek a való énjét. Amikor készültem belőled, akkor olyanokat olvastam rólad, hogy eredetileg logopédus vagy, aztán szociológus lettél, aztán a pszichodráma folyóiratnak voltál sokáig szerkesztője, a nevedhez fűződik a Playback Színház magyarországi megalapítása, és úgy egyébként a coachinggal is elkezdtél foglalkozni, és ott is ötvözöl több megközelítést. A pszichodráma egyáltalán hogyan jött a te életedbe? Hát ez jó régen, olyan 30 évvel ezelőtt, éppen most lesz majd a Magyar Pszichodráma Egyesületnek egy konferenciája, 30 évvel ezelőtt indult, a 89-ben vagyunk ugye, rendszerváltáskor, és akkor már én jártam pszichodráma csoportba, és akkor már kiképző is voltam, ugye, és beszálltam ennek az egyesületnek a munkájába, és hát rájöttem, egy jó barátom mondta, amikor én logopédusként, én nagyon, nagyon túlmozgásos voltam a főiskolán, és mondta a barátom, a Forrai Misi, hogy figyelj, neked a pszichodrámát kéne kipróbálni, mert lehet mozogni. És akkor én azt sem tudtam, hogy ez micsoda, azóta is áldom a nevét. És tényleg annyira klasszul megérezte, hogy ott elmentem ebbe egy csoportba is, és kiderült, hogy egy túlmozgásos ember is jót tudja érezni magát, és akkor ott lehet mozogni, ki lehet fejezni az érzéseimet, stb. És akkor ez így elkezdett, kiderült, hogy jót csinálom, és akkor elkezdett érdekelni ez az én világom. És így. Egy picit a nézőknek segítsünk értelmezni magát ezt a szót, hogy pszichodráma. Igen. Mi ez egyáltalán? Igen, mondom. Módszer? Tehát ez fontos tudni, hogy ez egy Bécsben indult a pszichodrámák a története. Egy Jakob Lévi Moreno, egy román származású pszichiáter alapította az egészet. Ő is ilyen színházi kísérlettel kezdett. 22-ben vagyunk Bécsben, és úgy hívta, hogy egy rögtönzések színháza, összeszedett akkor nagyon sok művészt, és csinált egy improvizatív színházat. Ő azt mondta, hogy neki elege van abból, hogy a nézőtér és a színpad között mindig van egy árok. Különben most is van a hagyományos színházban, ami szerintem nem túl jó. Szerintem az a jó színház, ahol együtt tudunk valamit alkotni. Akkor itt is akkor lesz egy jó beszélgetés, hogy mi ezt együtt tudjuk alkotni. Nincs közöttünk egy árok, ha jól... Ugye? Nincs. Tehát nagyon fontos, hogy a színház és a néző között ne legyen. A pszichodráma abszolút ezt a fajta árkot lebontja, és azt mondta Moreno, először egy színházi kísérlettel indult, és azt vette észre, van egy történetem, George és Barbara története, hogy azt vette észre Moreno, hogy 22-ben vagyunk, ez most már nem lenne olyan nagy szám, hogyha ezt elmesélném neked, de akkor nagy volt, hogy volt neki egy Barbara nevezetű színésznője, és a George, a férje, panaszkodott neki, hogy hát a Barbara otthon iszonyatosan üvöltözik vele, káromkodik, elküldi ide-oda-amoda, és azt mondja a Moreno, hogy bevillant neki, mi lenne, ha ő a Barbarának nehéz szerepeket adna a színházban, és azt mondta, hogy legyél utcalány, légy szíves, káromkodjál a színpadon, és indulatokat fejezzék, és elkezdte csinálni ezt a Barbara, és lássál csodát, egyszer csak két hét múlva, egy hónap múlva jön a George, azt mondja, hát egy szelíd, nagyszerű feleségem van, köszönöm szépen neked, mert hogy az az indulat elvezetés, és most itt remélem ez érthető lesz a nézőknek is, hogy az indulat elvezetéssel tudott a Barbara, ami összegyűlt benne feszültség, akár a George-al, vagy önmagával kapcsolatban, le tudta ezt vezetni, és el tudta játszani, el tudta helyezni a térben. Ez a lényege a pszichodrámának, hogy abban a pillanatban akkor egyszerűen szabadabb lesz a lelkünk, és jobban tudunk kapcsolódni az emberekhez, mert az a feszültség, vagy az a furcsa, nem jó érzés, azt ki tudjuk játszani magunkból. Még egy picit a praktikus, igen, működéséről mondjál, jó. Esetleg pár szót, ha jól értjük, akkor, igen, ugye ez egy csoportban történő valamilyen
terápiás céllal egy módszertan, és akkor ez így hogy zajlik, hogy akkor én most odaállok, és akkor elkezdök dühöngeni, vagy mi fog történni? Úgy zajlik, hát nem csak van egyéni munka is, van monodráma is van, vagy kamaradrámának hívom, hogy egy valaki jön, van, aki segít engem, és akkor hárman csinálunk egy jelenetet. Tehát igen, ahogy mondod, tehát egy csoportban 15 fős csoportokat vezetünk, és ott a csoportban lehet jelentkezni, nekem ez a témám. És akkor a többiek kiválasztják, van ennek egy hosszú folyamata, és utána mondjuk te vagy a főszereplő, és akkor van egy témád, akár egy indulattal kapcsolatban, és akkor valakit be tudsz hívni, mondjuk eljátsza a szomszédasszonyt valaki, és akkor csináltok szerepcserét, hogy te mit mondtál a szomszédasszonynak, a szomszédasszony hogyan piszkált föl téged, akkor te hogy reagáltál, és beindult egy ilyen szerepcserébe, egyszer csak elő fog jönni majd az a különböző rafinériák vannak, belső hangot lehet neked adni, ha nem vagy még elég dühös, akkor oda állok a hátad mögé, és azt mondom, hát én még nem fejezem ki eléggé ezt az indulatot, és sokkal jobban haragszom erre a szomszédasszonyra, most akkor elmondom neki mégiscsak, amit én gondolok, és akkor egyszer csak megjelenik az, ahogy te ki akarod ezt fejezni, és akkor ez megtörténik, ugye ezzel nem fejeződik be a jelenet, hanem utána az van, hogy vannak olyan effektek, hogy hogyan lehet mondjuk másképp csinálni, hogyan lehet egy olyan formát kitalálni, hogy te jobb viszonyban legyél ezzel a szomszédasszonnyal. Tehát ezeket kipróbáljuk ott, és eljátsszuk azt az újfajta módot, azt ahogy is. Én tudnék kommunikálni Igen. vele. Aztán van még egy bonyolultabb, remélem, hogy tudják majd követni a nézők is, hogy én részekkel is dolgozunk, ugye? Most itt ül velem szembe Éva, itt ül velem szembe egy nagyon aktív Éva is, meg egy kicsit biztos van valami félénkség, vagy kicsi leánkaság, mindenkiben bennem is van, kis fiúság, és akkor ezek a reakciók hogyan segítenek egy helyzetbe bennünket, és akkor meg lehet hívni a nagyon aktív Évát, és meg lehet hívni mondjuk a félénk Évát, vagy például a félénk Éva nem tud a szomszédasszonynak semmit sem mondani, de az aktív az azt tudja mondani, hogy kikérem magamnak, hogy ezt mondod. Tehát, hogy játszunk én részekkel is, és akkor az én részeket jobban meg tudjuk érteni, a személyiségnek milyen struktúrája van, vagyis aki hazamegy, úgy hívjuk őt, hogy protagonista, a főszereplő, akkor a protagonista azt tudja mondani, hogy jé, én most már jobban értem az én működésemet, hogyha én megengedem, hogy az aktív énem jelenjen meg, és mondjuk képviselje az én érdekeimet, akkor sokkal jobban járok, mint a félénk énemet hívnám meg, és azt mondom neki, hogy képviseljen ő, mert ő nem fog engem nagyon jó képviselni. Tehát ezek az én részek segítenek abban, hogy a személyiségünknek a bonyolultságát jobban fel tudjuk térképezni. Említetted az előbb azt, hogy téma. Ugye Igen. kiderült szerintem már egyértelműen, hogy ez a téma most például az volt, hogy én rosszba vagyok a szomszédasszonyommal, tehát különféle problémás helyzeteknek Igen. a megoldásáról Pontosan. Beszélünk. Hogyha ez egy picit tudnád még kibővíteni, hogy milyen problémákról tud jól hatni ez a fajta Igen. módszertan. Tehát például gyermekkori bántalmazása, vagy nagyon fontos, hogy időben is tudunk, hát mondjuk azt, hogy idősíkokat tudunk váltani. Tehát valaki azt mondja, hogy nagyon nehezen tud tekintély személyeknek visszajelezni, hogy neki ebből elege van például, és mondjuk van neki egy főnöke, és akkor megnézzük, hogy a főnöke is ő valahogy nem jól érzi magát, mindig nagyon izzad a tenyere, meg nagyon fél tőle, és akkor meg tudjuk érteni, megkérdezzük tőle, hogy ismerős-e neki ez a helyzet. És kiderül, hogy 8 éves korában mondjuk az apja nagyon szigorú volt vele, és az apjával volt egy-két olyan helyzete, ami tekintélyszemély, ahol ő azt érezte, hogy nem tud kiállni magáért, és akkor ott eljátszunk egy 8 éves kori énemet, mondjuk most legyek én a főszereplő, ne te, és az Ádámnak a 8 éves kori énjét konfrontáljuk, vagy hát bevisszük egy színre, és az apjával ott tud találkozni, és ott meg tud valamit tenni, amit akkor 8 évesen nem tudott megtenni. Ennek is különböző rafinériái vannak. És akkor tulajdonképpen itt lifteztünk az időben, az én felnőtt kori énem segített most annak a 8 éves kori Ádámnak, de ez vissza fog hatni a jelenlegi önbizalmamra, és akkor én valószínűleg ennek a tekintély személy főnöknek is jobban el tudom majd mondani, hogy elegem van valamiből.
Akkor ez így érthető? Abszolút, én abszolút értem, csak még próbálom keresni a témákat. Jó. Ugye mondtad azt, hogy tehát úgy tűnik most mind a kettő téma, amit behoztál, hogy valamiféle két ember közötti nehéz helyzet vagy konfliktusok az alapok. Igen. Vagy lehet valami más is, vagy mindig a két emberből induló valamilyen rossz emlék, gátlás, konfliktus, vagy mi az, ami elindíthat hát egy az is lehet, hogy valaki nem tud dönteni, nem tudja eldönteni, hogy most hozzámenjek feleségül, vagy nem menjek, vagy mi legyen, milyen dönt. És akkor a döntéseket, tehát itt éppen nincsen konfliktus, hanem van két alternatíva, és nem tudom eldönteni. És akkor ennek is van egy olyan szisztémája, hogy az a személy, aki a főszereplő, kipróbálja mind a két oldalt, és megnézheti, hogy a két fiú, vagy a két lehetőség, vagy két munkahely, sok minden lehet, akkor hogyan hat rá, és ott meg lehet nézni, hogy melyik vonza őt jobban, semmi misztika nincs benne, egyszerűen megérzi azt, hogy hol érzi magát jobban, vagy hogy tudja jobban kifejezni magát, és akkor ebből ki tud alakulni az, hogy inkább ezt a irányzatot választom, és inkább nem a másikat. Tehát döntéseknél is tud segíteni, párválasztási kérdésekben. Ugye most éppen hoztam egy olyan mondatot, hogy, és ide fel is írtam, hogy meddőséggel küzdő lombik program előtt, vagy programban résztvevők nők részére fogunk szervezni, például januárban csoportot, hogy nem születik meg a baba, és az is egy nagyon sokszor pszichés oka is lehet, ugye mindenféle más oka is lehet, de hogyha pszichés okról van szó, valaki nagyon rá van görcsölve arra, hogy neki milyen fontos a karrierje, jó pár ilyen felső vezető nővel dolgoztam, és hát nem meri bevállalni a gyermeket, mert az a karriert azért hát megváltoztatja finoman szóval. Ezért meg lehet nézni, hogy például hogy van ezzel a kérdéssel, hogy ő gyermeket fog vállalni, és ott például azt lehet eljátszani, elég furcsa, hogy elhelyezünk egy babát, mármint egy segítő ide fogja tenni a buksiját, és elkezd beszélgetni a leendő babával, és megbeszéli vele, hogy ő miért is szeretné, hogy ez a baba megjelenjen, és a baba is válaszol neki, hogy ő meg miért szeretne találkozni vele, és akkor beindul egy belső párbeszéd. Ez már egy olyan, hogy ez egy jövőbe elhelyezett célnak az érdekébe teszünk meg valamit, itt nincsen, hát itt is van nehézség, nem születik meg a baba, de a jövőbe mutató inkább a történet, és akkor ezt is lehet. Jó pár olyan anyuka van, akivel szoktam találkozni és beszélgetünk, hogy úgy született meg a gyereke, hogy a pszichodráma csoporton tudtuk ezt feloldani, azt a félelmet, hogy ő alkalmas lesz egyáltalán erre, vagy ő meg tudja ezt jól csinálni, vagy a jó anya lesz majd, és kiderült, amikor már tényleg erről van szó, ha nem más okai vannak ennek a meddőségnek, akkor egyszer csak megszületik a baba, mert ő kész van lélekben, kész van arra, hogy találkozzon ezzel a kis csöpséggel. Mi volt esetleg az akár személyes példád is, amiben neked személy szerint segített ez a módszertan? Hát ez egy nagyon, én azért szeretem ezt a módszert, nagyon mély élményem van. Ugye nekem 3 éves koromban kiderült, hogy állami gondozásba adtak, és ez egy pszichodráma csoporton derült ki. Azért, mert tehát anyukád nem mondta meg. Nem mondta meg, és képzeld el, hogy az történt, hogy hát ez egy 20 évvel ezelőtti történet, hogy én a pszichodráma csoporton ez kiderült, hogy én 3 éves vagyok, és ott attól félek, hogy meg fog halni az anyukám, és akkor hazamegyek, és ott eljátszottunk valamit, hazamegyek, és megkérdeztem anyukámtól, hogy te anyu tényleg? És azt mondja, honnan tudod te ezt? És mondtam, hát onnan, hogy én most járok egy ilyen csoportba, és ott eljátszottuk, hogy én milyen voltam 3 évesen, és ez előjött. És képzeld el, hogy ilyesmi, azért lényeges most ez, hogy remélem a nézők is meglepődnek ezen, hogy 3 éves kori élményeink, meg sőt, mindenféle élményeink vannak elraktározva, tehát ez elő tudja hozni a dráma, és ott megoldódott valami, és aztán ez hosszú történet, és azóta én sokkal jobban vagyok ezzel, hogy én 2 hónapig tartott csak ez a úgymond állami gondozásba, adtak aztán vissza, anyukám meggyógyult, de tényleg volt a 3 éves Ádámban volt egy félelem, hogy meg fog halni az anyukája, és ezt a pszichodráma tudta. Ez döbbenetes. És nagyon jó vezetőm is volt, persze az a fontos, hogy valaki ezt elő tudja hozni a főszereplőből, de nagyon fontos, a módszer ilyeneket tud, hogy egyszer csak előjön egy ilyen fantasztikus történet, és akkor utána rendet tudja rakni saját magát a főszereplő, és a saját életébe tudja ezt integrálni, ezt az új ismeretet, vagy az új,
hát jobban meg tudja szeretni saját magát. Érted? Tehát gondold el, hogy milyen, milyen hatása lehet ennek. Igen. Van-e olyan eset, hogy valakinek ez nem segít, ez a fajta módszertan? Vagy van-e olyan típusú probléma, vagy ember, akinek ezt nem ajánlanád? Van, van. Ez kiderül már az első alkalommal, amikor van egy ilyen próbanap, ugye az első nap az mindig a pszichodrámában. Nem, persze lehet az első interjú során is, ha valaki mondjuk pszichiátriai betegsége és vagy kezelése alatt áll, és ott nem tud, valószínűleg nem tud kapcsolódni emberek, de ott is vannak le pszichotikus betegeknek is tartanak pszichodráma csoportot, ez már egy speciálisabb, terápiásabb effekt. Én pszichodráma vezető vagyok, tehát én leginkább önismereti kérdésekben, és leginkább olyan kérdésekben, ilyen párkapcsolati kérdésekben tudok segíteni, de vannak ennek különböző rétegei, és akkor ezt az első interjúban, vagy az első alkalommal meg lehet látni, hogy alkalmas-e, és ő érzi-e, hogy tudja-e használni ezt a módszert, és alkalmas-e számára ez a módszer. Azt mondtad, hogy csoportban vagytok, körülbelül 15 fő egy igen. csoport. Ezt úgy képzeljük el, hogy mondjuk most évekig összejár ez a csoport? Ez két évig összejár. Két évig. Két évig, és havonta találkozunk, van olyan két hetente, és hogy követjük a folyamatot, mondjuk te játszottál az első alkalommal, akkor utána megint játszani fogsz két hét múlva, mert folytatod mondjuk az édesapáddal kapcsolatban, vagy valamilyen gyermek, valamilyen kérdés, és akkor ez megy tovább. Nagyon sokszor abból is lehet kapni, hogy te valakinek a játékában, mint segéd én, tehát aki segíted az ő játékát, abból is rengeteget lehet kapni. Mindig van a játék végén, a pszichodráma játék végén van egy feldolgozás, úgy hívjuk, hogy sharing, ahol hát saját élményeket lehet mondani, és szerepből is vissza lehet jelezni. Ha te valakinek a játékában szereplő voltál, akkor elmondhatod, hogy érezted magad, és kiderül, jó, hát ez nekem is. Ja, ez az én témám is. És akkor van ilyen, hogy az egyik téma hozza a másik főszereplőt, és délután már ő játszik, mert neki is fontos valamiért ez a kérdés, és akkor így a csoporttagok egymás segítik, és ebből valami egészen különleges élmény jön ki, hogy ezt együtt csináljuk. Uh-huh. Együtt csináljuk. Ez azt jelenti, hogy amikor így két éven keresztül, két hetente, havonta találkoztok, akkor ez egy teljes napos találkozás, képzeljük teljes el. Napos, igen. És akkor ott nem kötelező mondjuk megszólalni, csak akkor, hogyha én úgy érzem, hogy én nekem van problémám, és szívesen megosztom a többiekkel, vagy szeretném így feldolgoztatni, ha igen, nem, akkor vagy csak megfigyelő vagyok, igen, vagy beállok szereplőnek, igen, értem ezt a dolgot. És akkor azt is mondott, hogy vissza lehet térni, mert hogy folyamatában abszolút lehet ezt követni. Egyébként egy ilyen szerepjáték rész ebben a napban, valakinek a témája, ez időben, hogy képzeljük ez el? Lehet egy órás, lehet másfél órás, lehet kettő órás is, de vannak ilyen rövidebb, egészen rövid, mondjuk fél órás jelenetek is, ahol mondjuk egy döntési helyzetnek a megjelenítése van. Van rövidebb játék is, és ugyanolyan értékes tud lenni a rövid játék is, mint a hosszú. Elég sok módszertant ismerek, egyébként itt is voltak már kollégák, mit tudom, NLP, vagy tranzakcióanalízisről beszélgettünk, vagy akár tényleg különféle coaching módszertanokról. Mindig az a kérdés, hogy milyen mélyen kell ebben szakmailag a vezetőnek, milyen tudásának kell lenni, hogy lehet-e bajt okozni. Tehát, hogy bajt okozhatunk-e ezzel bárkinek, ezzel a módszertannal? Hát lehet bajt okozni, hogyha nem értünk hozzá. Persze, hogyha ha nem jó fele visszük a játékot, vagy elkezdünk ott valamit, és ő nem tudja az indulatait kifejezni, vagy félbe marad a játék, vagy valami olyan történik, ami úgymond nem érkezik meg a katarzis, és nem érkezik meg az a feloldozás, hogy ő valami aha élménye rájött arra, hogy ja, akkor én így vagyok a mondjuk a szüleimmel, vagy például nem varja vissza a csoportvezető, azt van egy jelenet, és nagyon üvöltözök mondjuk az apámmal, de kiderül, hogy én közben meg nagyon szeretem az apámat, tehát ez egy nagyon ambivalens történet. Például ott vissza tudom-e vinni azt, hogy nekem különben egy fontos személy az apám, de ebben a történetben nagyon haragszom rá. És ezt össze kell varni, vagy össze kell komponálni, hogy én tulajdonképpen bizonyos részét ennek a személynek szeretem, most elég fura, nem lehet félbevágni, és a másik felét meg nem, azt a viszonyulását nem szeretem, és akkor ezt tudatosítani kell a főszereplő, meg a csoport, hogyha valakire haragszunk, akkor nem teljesen az egész emberre haragszunk, hanem arra a cselekedetére haragszunk, különben meg egy nagyszerű, klassz ember, például az apám, vagy a
élettársam, vagy bárki, érted, és nagyon sokszor összekeverjük, gyereknevelésben is van ilyen, van, amikor éppen ezzel foglalkozom, nem tudom, hogy mit mondjak a gyerekemnek, kamasz gyereknek, mert az egész gyereket tolom le, és mondom neki, hogy ugye Vekerdi Tamás nagyon sok ilyen történetet mesélt, nagyon szerettem, hogy ő ezt elmesélte, hogy nem az egész gyereket kell letolni, hanem azt a cselekedetét kell, nagyon szeretem őt, de ezt a cselekedetét nem szeretem, és akkor ezt valahogy szépen elhelyezni. Most ez a pszichodráma nagyon segít ebben, hogy ezt tudjuk különvenni, hogy van egy egészleges élményünk, meg van egy akcióra vonatkozó élményünk, amiért neheztelünk. De nem az egész gyerekre neheztelünk. Egyértelmű. Hogyha valaki szeretne ilyen csoportba járni, akkor egyáltalán például ilyen csoportokban hogyan lehet jelentkezni, vagy... Hát elég jó kialakult, ugye hát 30 éve benne vagyok ebbe az egyesületbe, és egy nagyszerű klassz egyesület, van egy gyerek pszichodráma, gyerek és serdülőknek is tartanak pszichodrámát, és hát lehet jelentkezni a Magyar Pszichodráma Egyesületnek a honlapján, és ott ki van írva, hogy milyen csoportok indulnak, érdemes megnézni, hogy tetszik-e az a vezető, akivel én beszélgettem egy első interjúban, megnézni, hogy én tudok együtt dolgozni ezzel a vezetővel, és akkor lehet jelentkezni, tehát nagyon sok csoport fut most is, nem tudom megmondani, de legalább egy folyamatosan ilyen 30-40, vagy lehet, hogy még ennél is több párhuzamos csoport fut. Említetted, hogy egyébként egyéni személyes kezelés is, mondjuk így, vagy egyfajta módszertan a problémák feldolgozására. Mert ugye a csoportban, ahogy mondtad, ez az elköteleződés, ez kell, hogy én 2 évig vállalom, hogy ide fogok járni, és figyelek rátok. Tehát, hogy azért ez időben ez egy elég komoly elköteleződés. Igen. És gondolom az egyénire is akkor itt van lehetőség, akár ezen a felületen megtalálni azokat a szakembereket, akikhez lehet kerülni. De ez még nincs annyira kidolgozva, ez egy frissebb oldal, nagyszerű. A monodráma munkacsoport van az egyesületen belül, annak én is tagja vagyok, nagyszerűen szervezik ezt többen, én csak mint érdeklődő, vagy megmutatom, hogy én hogy csinálom, de kezd kialakulni, hogy igen, neked nincs időt két évig járni egy ilyen csoportba, de van egy nagyon fontos kérdésed, és ezzel a drámával egy alkalommal, vagy két alkalommal, vagy három alkalommal legyen egy éve, akarsz egy ilyenen részt venni, akkor lehet monodrámába is, mondom, én kamaradrámát csinálok leginkább, tehát hárman vagyunk, és ott lehet szerepet cserélni, hogy valaki és akivel éppen van a konfliktusod, és akkor erre is lehet jelentkezni, de ez még nem annyira kidolgozott, de egyre inkább. Én úgy tudom, hogy még ilyen felület még nincsen, de ha valaki érdeklődik és betelefonál az egyesületbe, akkor el fogják mondani, ki az, aki csinál monodrámát. Többek között én is, de jó páran csinálunk ilyet, és nagyszerű szakemberek vannak az egyesületen belül. És hogyha valaki magát a pszichodráma csoport vezetést akarja megtanulni, azt hogyan lehet? Ugye ez is nagyon jó fel van építve, mert van egy önismereti szakasza ennek a munkának, ez 250 óra. Az 2,5 év, és ha 250 órát te végigcsináltál, akkor kapsz egy papírt, ugye éppen kiképző vagyok, mindegy, ez nem érdekel engem olyan nagyon, de kiképző is lehetek, mert koromnál fogva, vagy nem tudom, nem érdekes, és akkor ugye a 250 óra után egy asszisztensi csoportot csinálsz, akkor már két asszisztens tud vezetni, és egy valaki, egy kiképző, most nekem több ilyen szupervíziós munkám van, hogy segítem az asszisztenseket, hogy ők jól megtanulják a módszert, és utána aztán vezetővé válsz, vagy pszichodráma pszichoterapeutává, aki már ilyen nagyon a gyógyító effekteket hozza be inkább ebbe a folyamatba. Egyik az inkább az önismeret, a másik pedig inkább a gyógyítás. Nagyon nehéz meghatározni, hogy itt miben különbözik, és miben hasonlít, de van egy distinkció, van egy ilyen elkülönítés, nagyon helyesen, és akkor ugye a harmadik részben pedig megtanulod, ez 6 év. Ó. 6 év. Tehát a 250 óra, utána asszisztens és utána a felső fok, ez összesen 6 év, és akkor megkapod a papírod, és akkor már vezethetsz csoportot. De nagyon, nagyon megéri, azt tudom mondani, hát én nagyon félénk 20 éves voltam, és hát egyszerűen amikor rájöttem, hogy ez a belső erőforrás, ami nekem értékes, azt én meg tudom jeleníteni, onnantól kezdve jól éreztem magam. Előtte nem jól éreztem magam, senkinek nem tetszett ez a túlmozgásosságom, hogy én működtem, és ez igenis, hát nagyon sok pszichodramatista is azért kezdte el ezt, mert hogy saját magát is rendbe rakta először,
csak utána azzal a stílussal, amit ő kitalált, azzal elkezdett segíteni és gyógyítani. Hát sajnos az időnk az... Igen, az, ennyi? Képzeld el, hogy ennyi 25 perc, igen, ez gyorsan elröpül. Rendes. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és akkor csak biztatni tudjuk a nézőket, hogy akik úgy érzik, hogy van valamiféle olyan személyes probléma, amivel küszködnek egy ideje, akkor próbálják ki ezt a módszert. Akkor ezt én mondom még egyszer, hogy legyen hangsúlya, hogy januárban, tehát Soltész Krisztával meddőséggel küzdő Lombik program előtt, vagy programban résztvevő nők részére csoportot fogunk indítani. Ha ez valakit érdekel, akkor engem vagy Soltész Krisztát meg tudja keresni. Ez is egy nagyon izgalmas program lesz, hogy tudunk segíteni. Főleg elgondolom, hogy sok nő is küzd ebben. Akkor sok sikert kívánok nektek szépen. A programjátokhoz, és köszönöm, hogy itt voltál, és köszönöm szépen a nézőknek a figyelmet. Viszontlátásra!